Szent Istvánt joggal nevezzük államalapítónak, mert ő alakította ki az állam működő szervezeteit, mint apostoli király az egyház szervezet kiépítésével és irányításával megteremtette a független magyar egyházat. Szent Istvánról és a magyar állam születéséről emlékeztek meg az Őszi Rózsa nyugdíjas klub tagjai. Augusztus 19-én a Koppány monostori Dózsa György művelődési házban szerveztek színvonalas programot az új kenyér ünnepén. Az ünnepi alkalmat jelenlétével megtisztelte dr. Molnár Attila polgármester, Cita János alpolgármester, Máté László egyházkerületi főjegyző, Komárom díszpolgára, Smelc Gézáné a Kemence Egyesület elnöke, valamint férje Smelc Géza. Mi már évek óta tartjuk ezt, ez nálunk hagyomány egyébként, hogy az Őszi Rózsa nyugdíjas klub megtartja új kenyér ünnepét, és az állam alapító Szent István királyunk ünnepét. Augusztus vagy 20-án, vagy 19-én szoktuk megtartani, attól függ, hogy jön össze a társaság, üdülni vannak, meg unokáznak a kedves klubtagok, és akkor meg szoktuk beszélni, hogy mikor legyen, hogy szombat vagy vasárnap megtartva. De mivel holnap lesz a Vezérek parkjában ünnepség, úgy gondoltam, hogy akkor mi szombaton megtartjuk. Nagyon szép programmal készültünk. Fellner Anna fog egy szép verset elszavalni, hogy mi a haza, az a címe. Utána Derzsi György színművész jött el közénk gyönyörű dalokkal, hát gondolom, hogy a 20-ához vágó, vagy idevágó szép dalokkal, meg azt mondta, hogy megörvendeztet bennünket egy operettel is, és akkor utána Máté László Esperes úr pedig megáldja a mindennapi kenyerünket. Minden, amit a szembe lát, itt a föld, mely kenyeret ad, e folyók tele halakkal, e szőlőhegyek falvakkal, ez a haza, amerre a hegylánc kéklik, merre a berek sötétlik, merre a róna kanyarul, melyre a kék ég leborul, ez a haza. Ez a föld, mely drága nekünk, melyet a legjobban szeretünk, ahová bármerre járunk, mindig vissza-vissza vágyunk, ez a haza. Magyarnak lenni felelősség, fogalmazott a polgármester az ünnephez fűződő gondolataiban. Magyarnak lenni felelősség, tehát ha valaki magyarnak születik, akkor neki bizony küldetése van, az a küldetése, hogy azt a nyelvi örökséget, az anyanyelvünket, azt a kultúrát, azt a hagyományt, ami a magyarságunkból eredezik, azt senki más helyettünk nem fogja megőrizni, nem fogja mindennapokban megélni, mert ez a legfontosabb, és ezért is örülök például a mai ünnepi eseménynek is, hanem ezt csak mi magyarok fogjuk tudni megtenni, de ezért fontos, hogy mindig emlékeztessünk és ünnepeljünk, és azért fontos, hogy Szent István pedig külön kiemeljük és külön figyelmet szenteljünk neki, és ünnepeljük őt, és megköszönjük azt, hogy megteremtette a keresztény magyar államot, mert ha végig gondolunk, igaz, hogy a világ hatalmasan fejlődött kommunikációban, meg minden egyéb tekintetben, de igazából azt lehet mondani, hogy a magyar államnak az alapjait, a közigazgatás alapjait, meg az állami berendezkedést, azt tulajdonképpen ő tette le az asztalra. Az Őszi Rózsa nyugdíjas klub jövőre ünnepli 25 éves fennállását. Az eddig 60 főt számláló taglétszámuk mostani összejövetelükön 5 új taggal bővült. Az ünnep alkalmat teremtett arra is, hogy köszöntsék a születésnaposokat. Virágcsokorral üdvözölték a 95 éves Szalai Anna nénit, valamint a 90 éves Horváth Istvánné Erzsike nénit. A klub nem csak létszámban, de gazdag programokban is bővelkedik. Dikász Lászlóné Eszti néni a közelgő eseményekről adott ízelítőt. Szeptemberben lesz a következő, most 2 hét után lesz a következő, nagyon hamar lesz a következő összejövetelünk. Lecsó fesztivál lesz, méghozzá olyan lecsó fesztivál, hogy szoktuk díjazni is. Tehát a klubtagok otthon megcsinálják az ő saját lecsójukat, és akkor mindenki kap egy számot, tehát nem tudja senki, hogy melyik lecsó kié lesz, és akkor utána lezsűrizzük. Most pedig még egy meglepetéssel is fogok neki szolgálni, mert láttam a tatabányai nyugdíjas klubosok olyan jó fellépésekkel, táncokkal, western táncokkal az interneten láttam. És kitaláltam, hogy hú, meg kellene őket hívni, és eszembe jutott, hogy van egy úr, aki monostori volt, és Tatabányára költözött, és ő vele fölvettem a kapcsolatot, és akkor így eljönnek szeptemberben hozzánk a tatabányai nyugdíjasok. Utána pedig szeptember 20-án megyünk kirándulni, elmegyünk Fehérvárra, Borivárba,
elmegyünk Várpalotára a Túrivárba, és akkor ez szeptember, októberben ugye lesz az idősek világnapja, a négy klubnak egybe van, polgármester úr jóvoltából, egybe szoktuk megtartani az erődbe, és novemberben pedig lesz egy úgynevezett krumpli fesztivál, tehát krumplis ételeket fognak készíteni, az asszonyok szintén megint otthon, és akkor decemberben lesz a záró, a Mikolás estünk. Az államalapító Szent István tiszteletére rendezett ünnepség folytatásában Derzsi György színművész operettekkel örvendeztette meg a szépkorú közösséget. Sok idegen földet bolyultam be, messzi hegyek.